amely a Magyar Honvédség egyik legütőképesebb egységeként 2004. augusztusáig a Veszprémhez közeli repülőtéren állomásozott, a Bakony harci helikopter ezreddel. Egy 1974-ben keltezett miniszteri parancs alapján a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke az alakulat jogelődjéül a 86. önálló vegyes repülőszázadot a megalapítás időpontjául 1958. december 1-ét határozta meg. Erre az eseményre méltó megemlékezni gyűltünk most itt össze. A mindennapok rohanó világa gyakran nem ad lehetőséget arra, hogy megálljunk és emlékezzünk elődeinkre. Egy alakulatra és a hajdanán ott szolgáló honfitársainkra, bajtársainkra. De a mai nap az emlékezés és a megemlékezés napja. Köszönjük neked, Urunk, ezt az alkalmat, hogy 11 esztendő elteltével is nem feledjük utódainkat.